elfogadta a képviselőtestület, az önkormányzat 2014 és 2019 közötti évekre szóló ciklus programját, mely az integrált településfejlesztési stratégiában meghatározott célokra és a megjelölt fejlesztési programokra épül. Első gondolatom aznap is az volt, hogy ugye az ITS folyamatban van, gyakorlatilag június 25-i testületülésre be is fog jönni. Azért nem tudjuk együtt tárgyalni a dolgot, mert ugyan elkészült, meg voltak a társadalmi egyeztetések is, de bizonyos jellegű vélemények kikérése az törvényben nem kötelezettséget nem érkeztetni, talán érkezik június végére, és akkor is elfogadhatóvá válik. Ez egyébként az integrált településfejlesztési stratégia, korábbi integrált városfejlesztési stratégia utódja, ebben kaptunk pályázat útján lehetőséget a belügyminisztérium szakemberek biztosítására, tehát itt költséget tudtunk csökkenteni. Ez az egyik nagyon lényeges dolog, a másik pedig az, hogy nyilván a 14-20 közötti javaslatok, ötletek, gondolatok, lehetőségek vannak összefoglalva benne. Nyilván mindenki már megnézte ezt, hiszen egyrészt volt egy nyilvános bizottsági ülés, ahol lehetőség volt beleszólni a elkészítés kapcsán az anyag elkészítésébe, és természetesen ezzel kapcsolatosan a lakossági fórum is volt, és az interneten hozzáférhető, a végleges állapotot mindenki meg fogja kapni, és még végigbőgészheti a végleges elfogadására. De pontosan ezzel párhuzamosan a törvényi nevét kötelezettségek megfelelően készítettük el a CITUS vállalat, a gazdaságfejlesztési programot, így szól a törvény, a gazdaságfejlesztési programot kell csinálni, amihez nyilván sok bizonytalansági tényező van továbbra is, bár talán valamivel kevesebb, mint az előző ciklus elején, nem csak a finanszírozás megváltozása, de a törvény és jogszabály háttér folyamatos változása, azért ez miatt bizonyos bizonytalansági faktorok vannak a gazdaságfejlesztési program végrehajtásában. Pontosan ezért kezdődik úgy az anyag, amennyiben a mostani finanszírozási feltételek nem változnak, akkor ahhoz képest fordítandó összegek azon stratégia megtén, ami benne van, illetve a fejlesztésre fordítandó összegek körülbelül milyen irányban és minek a mentén használhatók fel. Nyilván tegnap előtti bizottságülésen még nem volt ismert, most már tájékoztam a testületet, hogy az a típusú finanszírozás, ami alapján a saját bevételekre remél át az állam a saját döntéseinek végrehajtását, így most a dolgodai gyermekétkeztetés kapcsán. Ez egy 50 milliós többletterhez lesz, működési többletterhez szabályos költségvetésén, tehát ezt már bele kell majd kalkulálnunk, ugye most még nincsen benne, hogy hogy kell majd összehozni a lexiát, és mondjuk nyilván ezteket mind a fejlesztésből kivenni, hiszen a működés színvonalon tartása, az a stratégiában is benne van, az mindenféleképpen alapvető igényként jelentkezik, és lehetőségként a jövőt illetően, amiben benne vannak nyilván a különféle területek, működési feltételének biztosítása, ez persze még mindig változhat azzal, hogy a többlet feladatokat az önkormányzat finanszírozás nélkül lesz szociális feladatok. Tavaly ezért márciusától finanszírozás nélkül, és hát most ez a többlet feladat, ez nagyon izgalmas, ez az ingyenes oldalai étkeztetés, ami nem rászorultsági alapon megy. Ezt akkor is elmondtam, ma is vállalom bátran, rászorultság nem az egyfőre jutó 90 ezer forintos havi jövedelem kategória, az 40-50 ezer forint gyakorlatilag, és egyébként az áldozati törvények más ilyen típusú támogatásainál is ezt jelölik meg ennek az összegnek. Ez a 90 ezer forint, ez nem rászorultsági kategória, ráadásul a másik nagy probléma, hogy nem lehet ellenőrizni, tehát nem lehet senkinek oda menni a lakásához, hogy három autó áll a ház előtt, és ő kapja ingyen az étkeztetést, hogy mondjuk azt mondaná a szociális csapatnak, nem, azért ez így nincsen. Ez szakmai szempontból abszolút számunkra elfogadhatatlan. Természetesen a másunk kell, hogy fizetni kell ezzel kapcsolatos kormányzati döntések, megjegyzem, hogy tegyem már hozzáteszem magukat a döntéseknek a következményét. A szakmai alapon van előkészítve, és rászorultsági alapon semmi probléma nincs. Ez se szakmai alapon nincs, hogy előkészített semmi rászorultsági alapot szól. És viszi az 50 milliókat jelente, ami mondjuk 5 év alatt 200 millió. Tessék ezt? Tessék? Ez plusz 50 millió, tehát a mostani volt, mert most is már nagyon keményen át van állítva, hogy erre egy készítés jelentős költséget nem tudják. Zárójel bezárva, tehát ezt már nem tudja visszafogni a drágszíjjal a működésén a város, anélkül, hogy ne lenne a szolgáltatások színvonalában csökkenés. Ki van a feszélyre ezek a költségek, ezt láttuk az üzleti tervekben, és bevételt kell csinálni.
talán sikerül a stratégiában megfogalmazott azon cél, hogy a gazdasági városgazdaság fejlesztési programja erősebb legyen, nagyobb lendülettel tudjuk előrébb, hogy legyenek befektetők. Ennek most egy kiemelt övezete lehet az ipari park, aminek kapcsán ugye hozunk is majd egy döntést. Javaslat itt van, a bizottság támogatta, hogy valamilyen pici adókedvezmény formájában igyekezzünk idehozni a gazdasági szereplőket, mert ez az egy esély van arra, hogy többletbevétellel tudjuk esetleg kompenzálni ezeket a típusú döntéseket. Ma, ami a bevételi módon illeti, a költségvetésen is beszéltük, az viszonylag stabilnak tűnik ebben az esztendőben is, és nyilván a országos gazdasági folyamatok nem változnak és nem lesznek olyan problémák, akkor nem lesznek olyan problémák, akkor ez talán folyamatosan bevételként regisztrálható, és ennek a kiadási oldalára tudjuk a stratégiai elképzeléseinket megalkotni. A másik nagyon lényeges dolog, hogy kétszer aláhúzva, hogy jeleztem az előbb is, hogy nem gondoltunk arra, hogy a másik színvonalán visszavennénk. Nagyon ki vannak feszítve a költségek is, de megszokott a város egy típusú szolgáltatást. Ez nem azt jelenti, hogy tudunk ezen változtatni többletként. A belső források hatékony felhasználásával lehet adott esetben az oda telepített feladatok nyílósabb ellátását biztosítani, de azt gondolom, hogy itt is ezek a tételek már nagyon sokszor lettek átnézve. Most a közétkeztetés új formája, új támogatási formája, komoly kihívás, ezt talán össze tudjuk úgy alakni, hogy a lehetőség szerint a leghatékonyabban legyenek a források felhasználva, a feladatok ellátva, illetve hát ugye vannak egy változások, egyetemikon a szakmunkás képviselőjának a hasznosítása, tehát ezeket majd talán szeptemberig tudjuk úgy áttekinteni, hogy világosan tudjuk látni ennek a végleges költségét és a feltételeknek a biztosítását ebben a vonatkozásban a mostani szolgáltatás szintjén, vagy változott szolgáltatási tartalom szintjén. Amit látni kell világosan a bevételi oldalon, hogy gépjárműadó 60% elment, amit eddig nyilván visszafordottunk, hogy energiával mutatjuk a kontrollálapotára, elment a személyadó. 950 millió forint volt, 6 milliárdból az állami támogatás, ez jövőre még kevesebb lesz. Ezeket látni most, ami 2016-os költségvetési tervezetben viszont ezek a információk már rendelkezésre állnak. Ami a fejlesztések illetve nyilván ezek izgalmasak, ugye két területen van ennek a fejlesztési vonalat, az egyik a várostól független fejlesztés, egy kettő olyan dolog van, ami talán megvalósul, vagy legalábbis most nagy esély van, ez egyik a vasútfejlesztés, szűrős pályázat és ülés döntés függvénye, itt gyakorlatilag a tervezések utolsó stádiumban vannak, és mi a magunk részről végeztük a társadalmi egyeztetést, ennek kapcsán véleményeket informáltuk, azokat, amiket megfogalmaztunk, azokat az érdekeket érvényesítettük a tervezés kapcsán, tehát ez gyakorlatilag lezárult, és hát az utóban építkezésen tavaly áprilisban lett bejelentve, itt azért időpontok és határidők csúsztak, és a költségvetésben nem van a 20-ra összeggel, teljes összeggel, és most látom, hogy kínálatok a kormányhatárolók, ami áttelepítését jelenti, mint egy 300 millió forintos költségbe, ezeket is úgy tudjuk, hogy olvasgatjuk a napi információt, erős tájékoztatást ezekről a háttérmozgásokról nem kapunk, igaz, megkeresettük Úriás Balázs kormány biztos úr, aki a sportlétesítmények fejlesztéséért felel, és szakértői szinten elkezdett egy egyeztetés, hogy Pitic asszony a tervpályázat író és bíráló bizottság tagjaként részt vesz aktívan a szakmai előkészítésben, ahol úgy tűnik, hogy észszerű szempontok érvényesítését is végig lehet vinni, ami részben a későbbi működés szempontjából költséghatékony, nem másrészt észszerű, sőt az elvezés szempontjából is arra egy esély arra, hogy nem kerül a teljes terület hasznosításra és további fejlesztési lehetőséget még biztosít majd helyet. Tehát ez a kettő, aminek a finanszírozását nem a város végzi. És akkor nyilván a leglényegesebb utakják a vízelvezetés, ez egy nagy falat, mindig nagy falat egy ilyen településnél. Elég komoly útfelülettel rendelkezünk, aminek az állaga is azért folyamatosan rúlik. A költségekkel is számolni kell.
kihívás a következő időszakban is, hiszen az itt lévő 17 ezer járműnek közlekedni kell, másrészt ezt várják az emberek, hogy viszonylag komfortos körülmények között tudják az életüket élni. Itt vannak feladataink, amit azt gondolom, hogy a következő időszakban is kiemelt prioritásként kell kezelni. A második kérfejlesztés a városháza felújítása. Együtt vagy veled vagy nélküled, együtt vagy külön. Ez folyik most, a kormány hivatalába egyeztetés első körben megtörtént, fölmegy az anyag, vagy a minisztérium szintre, vagy együtt tudunk fejleszteni, vagy külön. Ha együtt, akkor is van megoldási javaslatunk, a külön akkor is van megoldási javaslatunk. Ezt ki kell mondani az államnak, hogy hogyan és mint kíván ebben a kérdésben lépni, mert kíván költsége van. És ha együtt, akkor rendben van a hosszú távú működés, én azt gondolom, hogy a legjobb hely itt van a járási hivatal, de hát nem fogunk tudni nekik építeni külön helységeket, tehát azt nyilván nekik kell finanszírozni. Ha nem, akkor meg kell találni az állam a helyi terjeszkedési lehetőségét. E tekintetben, de mindenféleképpen pontosan azért az épület statikailag kezdett problémássá válni. A külalapot nem kell nagyon magyarázni, azt mindenki látja, komoly vélemények fogalmazottak meg a lakosság részéről is, tehát mindenféle indokok, egy energiahatékony, egy helykihasználás szempontjából is hatékony épületnek a felépítése, aminek a előkészítése szakmailag a lehetőségeknek és a variációknak megtörtént. A harmadik, az gyakorlatilag egy rehabilitációja az alsóparton, az ott lévő épületekkel, egy esetlegesen a Rákospataknak egy felduzzasztása, a zöld felület rendbetétele, ezek nem akkora nagy összegek, hiszen hatalmas milliárdok nem fognak felhalmozódni a megjövő feladatot. Ez viszont segítheti a turisztikai gazdasági potenciált növelni, hiszen kastélyel szembeni terület, a sok park, a testőlaktal, a Lánoci házba együttese, jól egészíti ki a már itt megélni idegenforgalmi mozgásokat, és többletbevételi lehetőséget is biztosíthatnak, akkor, hogyha ez jól van a turizmus tekintetében a megfelelő formában kiajánlva, a marketing stratégia jó lesz, jól működik, akkor maga a passzázs, a város központ és a kastély között ezekkel a többlet beruházásokkal, ami a költsége arányaiban jóval kisebb, mint bármi másnak, mégis látványos. Láttuk itt a Lágyakertet, Szent Háromság Parkot, tehát ezek mind-mind jól igazodtak egy típusú fejlesztési koncepcióhoz, és azt hiszem, hogy jól egészítik ki a turisztikai látnivalókat, és generálhatnak többet bevételi forrás. Tehát ez a harmadik nagyon lényeges rész. Itt nyilván nem kerül már megemlítésre olyan erőben a fürdő kérdése, a víz mint hasznosítási lehetőség megmarad, hiszen mégiscsak ott van, de nincs 2 milliárd forint ennek a megépítésére. Ez biztos, másrészt pedig a működtetés is komoly forrásokat vonna el a várostól, és ha ezt hozzuk, ahhoz gondolom, ez egy lépése lehet a vizes sportok és a szabadidős sportok, úszás, vizes és a szabadidős sportoknak a tűzésére. Későbbiek során természetesen a többletforráson is, kapnánk, hogy évente 1 milliárd forint többletforrás. Néhány város a Magyarországon, VDG táskában. Csoki pénzként akkor másképp tudnám gondolkodni, a saját bevételékre támaszkodjuk, a saját erőnkből építettünk ki, mindent ezek fenntarthatóak, és a fenntarthatóság tekintetében rendkívül fontos az, hogy csak olyan beruházásokat csináljunk, aminek a költségeit vállalni tudjuk, a működési költségeit is megfelelő formában legyen. A költséghatékonyság is biztosítva. Tehát ugyan benne van az elképzelésekben, de nem ez a prioritás. Végül pedig azok a típusú fejlesztésekről kell még említésnek a gazdasági programban, ami a külső forrás bevonásával a lehetőséget fejlesztésre. Közép-Magyarországi régióban nem nagyon lesz választói forrás, főváros elvitte a nagy részét. A maradéknak kétségkívül mindenféle célokra lehetne pályázgatni, de hogy a 7 év alatt ki milyen formában, ezt nem tudom, mert hát túlságosan változás a jelenlegi környezet pályázat szempontjából, ami számunkra az elmúlt időszak igazolja ezt. Tehát lehet ebben változás, természetesen jó lenne.
épp most beadtunk, ugye most héten, kedden beadtunk két pályázatot, bízunk benne, hogy megszűnik ez a típusú gödörlőt nem szeretjük fejezet, és a pályázatnak az észszerűsége, és a pályázatnak a minősége, és az eddigi garanciák a végrehajtással erősebbek lesznek, mint az érzelmi szállat a döntésben, ezt nem tudom. De a következő időszakban nem nagyon lesznek a Közép-Magyarország régióban olyan típusú pályázatok, amelyek szerintem a város szempontjából mérlegelendőek, illetve azt is tudni kell, hogy ezeknél a pályázatoknál már a minimum az 50% gödörrész, tehát ilyen jellegű számításokat kell végezni, ha egyáltalán ez szóba jön. A másik pedig az úgynevezett TAO-s források további lehetőségének kihasználása. Itt már vannak döntések, iskolai sportpályák felújítására, szerintem ez jó dolog, működés fog. További sportépítési fejlesztési lehetőség pedig akkor lehetséges, ha egyáltalán TAO-s forrást tudunk hozzá biztosítani, ez egy sportcsarnok felépítésének a lehetőségét magába foglalja, de azért azt is tudni kell, hogy a 6 vagy 700 millió forintot azt fel is kell tölteni, az meg nem kis feladat. Tehát azért ezt mindig mellé kell tenni, amikor igénylik, hogy jelentkezik meg egy sportcsarnok. A működési feltételek is nyilván pénzbe kerülnek, mert egyik sem lesz muszlandós, más sportpálya, de mondjuk egy 50%-os finanszírozás van. A működés szerintem az működhet, nyilván ez egy globális megközelítés, mint ahogy a sportájánál is, de az semmiképpen nem lesz nyilván bevételes. Ami a lehetőséget illeti, talán lesz a lehetőség, de ahhoz ezeket a forrásokat biztosítani kell, mert nem az ön része, ennek kapcsán az ön része az, ami megterhelő, hanem a föltöltése a támogatásnak. És ugyanígy lehet pályázati forrás talán találni volna a fejlesztésre, amennyiben lesz, akkor nem többlet kapacitást, mert az nagyjából a következő időszakban az elemben is benne van, bölcsőn és óra szempontjából benne van, hanem minőségi javítást ezekben a forrásokból biztosítani. Így jön szóba volna a fejlesztés. Minőségi, komfortosabb, jobb lehetőséget biztosítani abban az esetben, ha lesz a következő időszakban forrás. Nagyjából ezek azok a fejlesztési, ami bocsánat, a leglényegesebb, nem leglényegesebb, tehát a kultúrával város arcolatához hozzátartozik, hogy pontosan benne van a fejlesztésben, ezt mondjuk beleértendő az alsó parton, hiszen a művészetek háza ott van, annak a kettes ütemét lepakolni, ami mindenféleképpen a házletehetőségét figyelembe véve az gondolom, hogy egy nagyon fontos feladat, hogy tudjuk továbbra is ezt a szintet tartani, amivel most már nem csak a magyar nemzetközi szinten is kalandor, ott vannak a gondolói művészeti csoportok, a vézményi művészeti csoportok, ez egy jó arcolat építő tényező, a továbbiakban is rendkívül fontos az, hogy ez működni tudjon. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani. A program megvalósítása az éves költségvetési tervekben rendelkezésre álló források ismeretében ütemezhető.